Fehér betűkkel vésték fel a fekete márványlapokra a világháborús hősök neveit tarpán. Az emlékművet 1995-ben állították, de az elmúlt időszakban már nagyon rossz állapotban volt, ezért most felújították. 1995-ben készült emlékműnek a újragondolása, megvalósítása történt meg az elmúlt időszakban, amely ugye talán egy olyan hiányérzetünk volt és tartozásunk a hősök előtt, hiszen a nevek már néhány éve olvashatatlanok voltak a emlékművön, és úgy gondolom, hogy ezzel teljes tisztelettel és odaadással megtettük a kötelességünket. A felújított emlékmű avatásán Kis András megyei önkormányzati képviselő azt mondta, Tarpa mindig megbecsülte hőseit. Tamás Járonnak van egy mondása, aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Azt gondolom, hogy itt Tarpán a hősök településén, itt egy második világháborús emlékmű felújításának avatásán ez az idézet igenis ide kívánkozik, hiszen Tarpán olyan emberek voltak mindenkorban, akik amikor megpróbáltattak, akkor nem találtattak könnyűnek, hanem olyan embernek találtattak, akik erős emberek, és képesek egy adott pillanatban a nemzetükért, a hazájukért tenni. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a magyar-ukrán határ közelében különös hangsúlyt kap az az álláspont, hogy a magyarok a béke pártján állnak. Mi magyarok mindig is a béke pártján álltunk. Mert mi magyarok, akár a mögöttem lévő emlékmű is jelzi azt, mi magyarok igen sokat veszítettünk az első és a második világháborúban. És örülök annak, hogy Szabi, a polgármester úr, aki önkritikára kevésbé hajlamos, de most elmondta azt, hogy egy régi mulasztását törleszti a település, hiszen annyi minden emlékművet sikerült építeni, ugye a kuruc domborműre gondolunk, és itt van művész úr is közöttünk, de azért ez a második világháborús emlékmű, ez tényleg hagyott maga után kívánni valót. És ez itt, ahol mikor a regisztrációs ponton itt fogadták az embereket, akkor különösen nagy kontraszt volt, és magától érthetődő volt, hogy a település ezt civil forrásból igyekszik majd felújítani. Ehhez tényleg megtaláltuk a megfelelő forrásokat. Ünnepélyes bevonulással kezdődött a pálinka lovagrend szemléje. A lovagok ezután a színpadon kóstolták meg az idei pálinkát, majd meghozták döntésüket. Illat, íz, harmónia megvizsgálása során lovagtársaimmal azon a véleményen vagyunk, hogy az új pálat bár még természetesen éretlen, mégis nagy lehetőség van benne. A gyümölcsös, jellemző zamatú, szatmári szilvára karakteres, enyhén mandulás íze érezhető benne. Minden remény megvan arra, hogy fél év múlva szakszerű töltyfa hordós élelés után különleges kulináris élményt adjon nagyon sokunk számára. Ezért a kóstolás alapján a pálatot kiválónak minősítettük. Összességében tehát kiirdethetem mennyiség, minőség vizsgálat a pálat kóstolása után a Szatmári Szilva pálinka 2022-es évjárata igen jónak értékeljük. Az idei pálinka verseny győztese Krajnyák Zoltán lett, aki a helyszínen vehette át elismerő oklevelét.